Két tanév alatt több mint 15 ezer diák szűrővizsgálatát végezték el a Miskolci Egészségfejlesztési Intézetben. A legtöbb probléma a mozgásszervi és vérnyomás értékek eltérésében vannak. A gyermekvárosi épületbe naponta érkeznek iskolások a fiatalkori betegségek kiszűrésére. Az országban egyedülálló intézet létrehozását a képviselőtestület 2016 tavaszán szavazta meg. Jövőre várhatóan új helyszínen, a Diósgyőri Kórház felújított épületében fogadják majd a diákokat. Takarja a jobb szemedet, lazán, ne jól meg a szempolyódat, rendben. Négy történelme felén. A látás ellenőrzése egyike azoknak a vizsgálatoknak, amelyeket a diákokon elvégeznek. Aki nem tudja hibátlanul leolvasni a táblát, azt jó tanácsokkal is ellátják. Az iskolában, hogy nem látod a táblát, akkor mindenféleképpen, így főleg érettségi előtt, hogy bárába sok tanulás, el kell menni személyzetbe. Az elmúlt két tanévben 51 iskola 15.200 diákjának egészségi állapotát ellenőrizték. A programban a páros évfolyamokra járó Miskolcon tanuló diákok vesznek részt, és alkalmanként egy tanítási napot töltenek a MEFI-ben. Van, akit a programban már másodszor szűrtek. EKG vizsgálat, hallásvizsgálat, meg így az általános magasság, testsúly, BMI érték, tehát ezeket szokták általában vizsgálni, és a vizsgálatok után pedig 245 percben pedig felvilágosítást szoktunk kapni. A modellprogram Magyarországon egyedülálló. Évente 7500 gyereket szűrnek az intézetben. Hosszú távú célja, hogy egészségtudatos, kiegyensúlyozott, egészséges felnőtt generációt adjon Miskolcnak. A programnak nagyon komoly eredményei vannak. Egyrészt döbbenetes számunkra, hogy tavalyi év folyamán, tehát az első szűrt év eredményeiben azt tapasztaltuk, hogy 13%-a a gyermekeinknek már csak látásra, ránézésre is gerinc, illetve tartási problémákkal rendelkeznek. Az idei év szűréséből ez az arány 17%-ra emelkedett. Másrészt több mint 200 gyereknél tapasztalnak évente pozitív EKG eltérést, ritmuszavart. A megvizsgált diákok több mint 6%-a küzd túlsúllyal, csak nem 2%-uk kórosan sovány. Csak nem 7%-uk látásánál van eltérés, és 1,5%-ánál hallásromlás. A főigazgató azt is elmondta, hogy jövőre a tervek szerint a gyermekvárosi épületből a szűrések átköltöznek a Diósgyőri Kórház két felújított épületébe.